Ez egy úgynevezett legónap. Novemberben elkezdtük, hogy 12 hátrányos helyzetű településnek csináltuk meg németül és angolul a honlapját, és ennek ez egy következő eseménye. Mikoláni Kálai Lívia vagyok, magyar és németet tanítok itt, és hát én is az egyik szervező vagyok. Úgy gondoltuk, hogy ezt a egyébként nagyon pozitív fogadtatású első rendezvényünket bővítjük. És meghívtunk nagyon sok olyan szervezetet, olyan ismerőst, aki úgy gondoltuk, hogy itt a helye ezen a rendezvényen. Igen, a színészekkel egyébként is aktív kapcsolatban vagyunk, ők járnak ide órát tartani. És nagy volt a fogadókészségük is, úgyhogy szívesen jöttek. Mi meg szívesen fogadtuk a őket. A Veselényi Szakiskola és Szakközépiskola legónapja pedig azért van, mert önök szakembereket képeznek a legógyászában. Hát igen, azért is. Nem csak azért, de azért is, én úgy gondolom, hogy láttam része. A Művészek Beugró című műsorát? Igen, természetesen. Nagyon nagy sikerük volt. És az egyik kolléganőmé be is ugrott egyik szereple, igen. Mi volt a téma? A téma? A WC előtti sorban állás. Igen, ő volt az, aki nem engedte, hogy soron következzen az egyik színész. A WC előtti sorban állás volt állítólag a beugró téma itt a Veselényi Szakiskolában, nem? Többek. Ez egy kicsi aprócska téma volt. Kérdeztem, és még sok és más. Híresült el, mert bocsánat, hogy az egyik tanárnő is beszállt. Igen. És akkor mi volt a többi téma? Nagyon sok téma volt. Úristen, most ezt minden, el kell mondanom, favágást kellett például fordítani, egy favágó konferenciát, ahol egy külföldi, hát ahogy így figyeltük, talán valahonnan Észak-Lapföldről érkezett favágómester mesélt, és akkor ezt kellett lefordítani magyarra. De a témát azt itt adták az iskolában? Nem, azt Lackó volt a játékmester. És ő adta a témát. Akkor volt öngyilkos, és őt a szándékáról lebeszélni akarót, csak például kérdezni lehetett, tehát nem hangozhatott el, csak kérdőmondat. Akkor milyen témák voltak még? Most Lackó, mi volt még? Hol lett az? Volt egy olyan, hogy egy megadott illegális petárdaárus és a vevő. És akkor volt hozzá, mit tudom én, 20 darab különböző variáció, ahogy én instruáltam a szereplőket, hogy az egyik dadogós, a másik félős, a harmadik agresszív. Ki mindig megállítottam. A témák mind a te ötleteid voltak? Igen. Elárultad nekik, vagy ezt nem, az a szép benne, mert különben kiderülne, látszik az, hogy meg van beszélve, vagy nem, mert akkor nem, vagy ne feleséget Horváth Réka sem húzta ki belőled? Nem, mert ez igazából indulás előtt 5 perc a kávézás közben dőlt. Mert van egy csomó téma, mert ugye hát ez van. Hát nekem a legegyszerűbb a dolgom. Közönség hogyan fogadta? Én úgy vettem észre, hogy a diákok nagyon élvezték. Nevettek nagyokat, nagyon bírták. Próbáltuk őket kapacitálni, hogy szálljanak be. A tanárnő beszállt. Jó kedvűen. Ez volt a sorban állás. Én csak ennyit hallottam, igen, amikor igen, a témákról érdeklődtem. Hát a kollégái egyből. Jól éreztétek magatokat? Nagyon jó, aha. Nagyon jó. A közönség is akkor rendben minden volt már ennek előzménye? Tehát csináltatok már ilyet? Igen, már több helyen. Tehát ez egy bejáratott műsor, mindig hozol újabb és újabb témákat. Ákiék csinálják általában, ők szervezik az egészet, Áki és Pati, ők profik már benne. Mi most Szabó Márti, Horváth Réka meg én csapottunk hozzá. Gratulálok, és mit kapnak a művészek? Egy magyar zászlót. Legóból kirakva. Utánuk küldött valaki a művészek? Igen, a tanárom. Ja, itt maradt az ajándék. Mert kicsiknek is oda kellett adni. Köszönjük szépen. Hogyan szerepeltek ők? Láttad őket? Nem, sajnos nem. A színházban jártál-e mostanában? Hát utoljára még talán februárban voltam egy előadáson, az Énekes Madár című előadásom. Tetszett, nagyon jó volt. Már kétszer is láttam. Ugyanúgy el lehetett menni, és ugyanúgy elmentem rá. Korábbi esztendőkben? Igen, általános iskolával ugyanúgy jártam előadásokra. Emlékezetes van-e a fejedben? Hú, hát van, csak így címeket nem tudok, de vannak jók, amik nagyon tetszettek. A Valahol Európában az a volt a kedvencem.